2004-ben alakítottam a klubomat, az NFG BADBOYS. A név a saját nevemből ered, Nagy Ferenc Gábor, és a nevemnek az első betűit alkalmaztam. Elég sok küzdősportot próbáltam ki, de egyik sem volt olyan, ami nekem megfelelt volna az én stílusomnak. Így idővel kialakítottam a saját stílusomat. Ezt köszönhetem Lénárd Krisztián barátomnak, akivel körülbelül 6 évvel ezelőtt kezdtünk el együtt edzeni. Ő hozta be a csapatba a keménységet, mivel ő egy olyan edzésformát csinált egész életében, aminek az alapja a kőkemény, felkeményített izomzat, és ezt úgy hívjuk kettőnk között, hogy a páncél. Vannak olyan gyakorlatok, amivel érzéketlenné tudjuk tenni a sípcsontokat, mivel azt nagyon sokszor használjuk rugás közben is, akkor a combizmok. Nagyon fontos az, hogy ha küzdünk valakivel, akkor ellenálló legyen az izomzatunk. Az ördögűzés az egyik fél beáll a ring vagy a ketrec sarkába, a másik pedig felvezetett erőbedobással egyre intenzívebben elkezd ütni az ellenfelét. A lényege az, hogy aki kapja az ütéseket, növelje a koncentrációját és csökkentsük a fájdalomérzetet. Nagyon fontos dolog a stílusunkban a kiváló erőnlét, amit speciális gyakorlatokkal szoktunk fejleszteni. Az egyik ilyen a Spartacus szekere. A kitartó feladatok is a kedvenceim közé tartoznak. Ilyen a guggoló pozíció tartása, amely erősíti a combizmokat, bekeményednek, és jobban ellenállóvá válnak a rugásokkal. Ez az üvöltés! A célunk az, hogy minél több fiatalhoz eljusson a stílusunk, és ne az éjszakában töltsék a szabadidejüket, cigarettázzanak, alkoholt igyanak vagy drogozzanak, hanem az edzőteremben töltsék a szabadidejüket, sportolással, és mindenképpen egy olyan irányzatot mutatnék nekik, ami segíti az önfejlesztésüket is, és ad egy tartást, egy életcélt.